2022. augusztusában készültek ezek a felvételek Kemecse határában. Ekkor még lánctalpas aszfaltterítő munkagép dolgozott az 500 méter hosszú feltáró út kiépítésén, amely a 100 hektáros ipari terület megközelítését szolgálja. A közel 1,3 milliárd forintos projekt most a végéhez ért, ezzel pedig a településnek egy 20 éves álma vált valóra. A település életében nagy jelentősége van, hiszen mi 20 éve készülünk erre. Apránként 20 év alatt vásároltuk össze a területeket. Ez egy 100 hektár térmértékű terület, egybefüggő önkormányzati tulajdonban van. Ebben volt többek között egy 20 hektáros közös osztatlan tulajdonban lévő zártkerti ingatlan együttes is, amelynek a megvásárlása közel 20 évet vett igénybe az önkormányzat részéről. Az anyagi lehetőségeket és természetesen az emberi erőforrásokat igyelembe véve, hiszen egy ilyen jellegű összetett tulajdonnak a rendezése nagyon nagy időtávot igényel, mint ebben is látható. Több mint 900 méter hosszan új ivóvízvezetéket vittek ki az ipari parkhoz. Ezt a bevezető utat ráadásul egy kétvágányú vasútvonal is keresztezi, amely Budapestet Nyíregyházát köti össze Záhonnyal, így jelentős teherforgalmat bonyolít le. Többek között ennek az útvonalnak is köszönhető, hogy bár még nincs biztosítva az ipari parknak a villamos energia ellátása, már vannak érdeklődő befektetők. Itt Kelet-Magyarországon, Nyíregyháza, Debrecen környékén, európai, sőt globális világ összevetésben is egy egyedülálló nagyságú és egyedülállóan modern autóipari központ jött létre. És ennek az autóipari központnak a beszállító vállalatai számára ez egy ideális helyszín lesz. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy már több érdeklődő vállalattal is egyeztetünk, ugyanis pont a Covid-nak az egyik hatása az, hogy a nagy nemzetközi vállalatok szeretik lerövidíteni a beszállítói láncaikat fizikailag is. Ez azt jelenti, hogy azt szeretik, hogyha a beszállító vállalatok a lehető legközelebb vannak hozzájuk, és így kerüljék el azokat a kockázatokat, amelyek a nem menetrend szerintű szállításokból fakadnának. Tehát a nagy kelet-magyarországi autóipari központ beszállító vállalatai számára ideális ez az ipari park. A beruházás elsődleges célja a város gazdaságának jelentős fellendítése. Így a projekt pozitív hatást gyakorol a térség munkanélküliségi helyzetére is.